most átadott szakasz az a leghosszabb szakasz az egész projektből, egy több mint 160 kilométer, ami átszeli egész Maros megyét. Én azt gondolom, hogy pontosan bemutatja a multikulturális jellegét Maros megyének, mert beérkezik délen Szászföldön, ugyanúgy a Nagykükülő mentéről átjön a Kisküküllő mentére, innen átmegy a Nyárád mentére, onnan pedig a Felső Maros mentére, úgyhogy érintve a Görgény völgyét is. Tehát olyan értékeket mutat be, és olyan településeken halad át, ahol nagyon sok természeti, turisztikai, meg ugyanúgy kulturális érték van. És az a szakasz, ami átmegy Szovátán is, arra gondolunk, hogy meglátogatható a Medvetó körüli só útja, és úgy indul tovább Hargita megyébe. Azt hiszem, hogy ezek olyan fontos pillanatok, amit megélhet az a turista, aki ide ellátogathat, hogy ajánlhatjuk bárkinek, aki ezen a vidéken jár, ezen a vidéken szeretné a természet ölébe eltölteni a pillanatait. Mondjuk ki meg őszintén, hogy ma, amikor a turizmus azért elég nehéz időket él meg, szerintem ez egy olyan szolgáltatás, ami pontosan egy olyan turista kört vonzhat ide, aki szeret a természetbe lenni, aki szereti a gyalogtúrákat, akár biciklivel, akár gyalogosan, aki szereti látogatni ezeket a természeti adottságokat, vagy ezeket a kulturális örökségeket, és ezáltal, amikor nem lehet külföldre utazni, sajnos olyan időszakot élünk, de ugyanakkor külföldi turista sem nagyon jöhet ide. Ezekben az időszakokban egy új szolgáltatás típus, egy új szolgáltatás lehetőség, amely által jobban megismerhetjük szülőföldünket. Ezzel azt mondhatjuk, hogy tudatosítjuk is ennek a székelyföldi résznek az értékeit, és szerintem szolgáltatásként pedig egy plusz, és ezáltal segítjük a turizmust, amely ebben a pillanatban elég nagy segítségre szorul.